Egy különleges hét kezdődik hamarosan a egyházi Móriczsigmond általános iskola Vécsei Károly tagintézményében. Az intézmény névadójáról elnevezett egyhetes programsorozatra számtalan érdekességgel készül a vezetőség. Köszöntöm a stúdióban Veres Lászlót, a Vécsei Tagintézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy mekkora, milyen hagyományra tekint vissza ez a rendezvény, hiszen hosszú évtizedek óta ez már egy hagyomány. Az akkor még 12. szám általános iskola 1990-ben vette föl Gróf Vécsei Károlynak a nevét, azóta Vécsei Károly általános iskolaként, majd az utóbbi időkben már Vécsei Károly tagintézményként hívják az iskolát. Egy év múlva, 1991-ben el is indult a Vécsei Sét Először a vécsését nem tartottam egy hétig, hanem csak néhány napig, néhány fontosabb rendezvényel, de a legfőbb hagyományok már akkor kialakultak, például, hogy kirándulással záródik ez a hét, ez az idén is így lesz. Mi a jelentősége ennek a rendezvénynek az iskola életében évről évre? Hát számunkra nagyon nagy a jelentősége. Egyrészt méltóképpen akarjuk megünnepelni a névadónak az emlékét, Másrészt pedig hát ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy különböző színes programokat kínáljunk, mind a környéken élőknek, mind a városbajáró járó iskolásoknak, és hát nem utolsó sorban a saját tanulóinak. És nem csak programokról szól ez a rendezvénysorozat, hanem én úgy látom, hogy egy-egy ilyen rendezvény alkalom arra, hogy talán egy kicsit beszámoljanak az eddigi eredményekről. Minden évben történik valamilyen mondjuk úgy, hogy újítás, vagy tovább lépés az iskolában. Bizony, bizony, ez egy kicsit olyan, mint az ember életében a születésnap. Hajlamosak vagyunk arra a magánéletben is, hogy a születésnap előtt egy kicsit számot vessünk az eltelt esztendővel, és talán a születésnapunk körüli időre időzítsük a legfontosabb kérdésekben való döntéseket. Hát ez egy iskola életében is így van. Igyekszünk az idei évben is jó néhány, nagyszabású tervünket éppen abban az időben megvalósítaná, amikor a rendezvény elkezdődik. Így van az, hogy most már nem, hogy kitölti az egész hetet a vécsését, de hát a nagy fesztiválokhoz hasonlóan kicsit korábban is kezdünk, így most már van nulladik, sőt, mínusz egyedik napunk is. A 28-ai napon egy kinti tanterem átadásával indítjuk meg tulajdonképpen, egy úgynevezett open air tanterem átadásával az egész rendezvénysorozatot. Van erre példa a környéken? Eddig azt hittem, hogy nincs. Sőt, meggyőződésem volt, hogy én találtam ki az egész dolgot. Hasonlóval azóta már találkoztam, de a mi környezetünkben a miénkhez hasonló feltételekkel én még nem találkoztam ilyesmivel. Mi a különlegesség a miénkben, ha egy-két szót mondhatok erről? Leginkább az, hogy úgy alakítottunk ki egy kis erdei környezetben egy tisztáson egy tantermet, hogy a környezetet semmilyen módon nem befolyásoltuk, nem károsítottuk. Mind a tanteremnek a padozata megmaradt, tehát fű van a padok alatt, a padok fából készülnek természetes anyagokból. A padtetők olyanok, hogy könnyen munkára foghatóak. Ugye az erdei kerti bútorokkal gyakran az a baj, hogy egyenetlen a felületük. Hát mi erre nagyon vigyáztunk, hogy ez ne így legyen. A padok belsejében a taneszközök tárolására fiókok találhatók, mellette táskatartó, és egyébként pedig az egész négy személyes padokból áll, ami hát igazából a kooperatív munkaformák. csoportos. Így van. Tehát azt elsősorban azt támogatná ez, hogy a gyerekek együtt együttműködjenek, amit nagyon fontosnak tart. Birtokba vették már ezt a gyerekek, kipróbálták? Az a helyzet, hogy igen, a hivatalos átadó az még csak pénteken lesz, de nem bírták ki a gyerekek, és hát persze nyilván örömmel adtunk erre engedélyt. Úgyhogy rajzórától kezdve délutáni foglalkozásig sok minden zajlott már ebben az új tanteremben. Mi volt a reakció? Nagyon élvezték, imádták, azt kell, hogy mondjam. És egy hát nyilván meg is értem, hiszen annyira jó idő volt még a múlt héten, ha visszagondolunk, hogy a tanterembe bezárva egészen más hangulatban lehetett tanulni, mint ott kín. Gyönyörű, árnyas hely, minden infrastruktúra adott a jó tanuláshoz, úgyhogy nagyon élvezték a gyerekek. Van egy másik nagyszabású beruházások, ami szintén egy elég egyedülálló kezdeményezés általános iskolákban. Igen, bár ö, régebben nem volt ez annyira egyedülálló, mint manapság. Ha én visszagondolok a gyerekkoromra, akkor mind a tankert, ami nálunk üzemel, mint pedig a tankonyha, amit most készülünk Szombaton átadni egy nagyszabású családi nap keretében, általánosabban elterjedt dolgok voltak az iskolákban. Mi azt szeretnénk a Vécsében, ha visszanyúlnánk egy kicsit ahhoz, hogy praktikus, jól felhasználható, a hétköznapi életre felkészítő tudást kapjanak a tanulóink, és ennek egyik állomása a fő az egészség című 20 millió forintos pályázatunkból tankonyháknak a kialakítása, úgyhogy egy tankonyhát fogunk átadni szóval. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek beépített tanterv keretében lehetőségük lesz tanulni főzőcskézni, vagy ennél egy kicsit többről is van szó? Ugye ez az egyik lehetőség. Kézenfekvő, hogy a, a tanterve is beépüljön, és technika órákon valóban használni is fogjuk. De azt gondolom, ennél sokkal előnyösebb és sokkal előremutatóbb lesz az, hogy délután, szabadidőben az osztályközösség összekovácsolására is használható lesz ez a tanterem. Gondoljunk csak bele, mi magunk felnőttek is mennyire szeretünk egy-egy hétvégén baráti társaságban összejönni és főzni. Összehozza az embereket, ezt szeretnénk, ha az iskolában is így lenne. Egy közös palacsintázás, egy közös főzés biztosan össze fogja hozni a társaságot. erre a mai gyerekek? Vagy nem olyan könnyű őket azért elcsábítani a számítógép és a telefon bűvköréből. A másik kérdés pedig, hogy lesz-e hozzá pedagógus? Hiszen felnőtt felügyelet nélkül azért gondolom nem használhatják ezeket az eszközöket. Ez természetes így van. Először azt gondoltam, kicsit félbe vágtam bele a, az ötlet megvalósításába, hogy, hogy vajon a gyerekek partnerek lesznek-e, és menet közben rá kellett jönnöm, hogy minden ö, dologra vevők szinte várják, hogy egy kicsit elvonjuk őket a számítógépek világától. Én azt látom a mai gyerekeken, hogy sokszor Kétségbeesve kutatják az egyéb utakat, hogy vajon mit lehetne még tenni. Kicsit néha ők maguk is megunják már ezt a túl ö, technikai világot. Úgyhogy ö, meglepve tapasztaltam, hogy konyhakertet kapáltak a gyerekeink örömmel, répát húzigáltak, vagy salátát mostak nagy szeretettel. Úgyhogy nagyon jó volt ezt nézni. És hát nyilván a, a projekt, projekt keretében a jövő héten egy főzőversenyt is tartunk, de ez már a harmadik főzőverseny, ezt már kettőn túl vagyunk. Úgyhogy vannak tapasztalataink, nagyon élvezték az elsőn. De salátákat, a családokat is bevontak, szülőket is bevonják. Így van, így van, így van. Ugye ennek ez az egyik nagy mm. haszna, hogy együtt lehet szülőgyerek-pedagógus, és ö, olyan csatornák nyílnak meg, amik egyébként nem. A szabadidőben könnyebb elbeszélgetni még a gyereknevelésről is. Úgyhogy nagyon érdekes tapasztalatok. A, a második főzőverseny alkalmával például leveseket készítettünk, hát fantasztikus volt programokban tehát lesz bőven kínálat. Mi, mi, minden jön még be a Vécsei hét keretében? Ugye a nulladik és az el, minusz első napról már beszéltünk, a, a, szombati családi nap, és akkor hétfőn kezdődik a hagyományosabb része, hétfőn egy kispályás labdarúgó kupát rendezünk Vécsei kupa néven, Kedden lesz az említett főzőverseny, a harmadik főzőverseny, ahol most főételeket fognak készíteni a gyerekek és a szüleik. A szerdai napon városi tanulmányi versenyeket kínálunk öt különböző kategóriában, az alsós magyar versenytől egészen a természettudományos csapatversenyig. Informatika verseny, történelem verseny is lesz benne, úgyhogy mindenféle változat előfordul. A csütörtöki napon szintén a délutáni órákban kerül megrendezésre néhány fontosabb rendezvényünk, és pénteken pedig kirándulással zárjuk. Olyan nézés a csütörtöki napra visszatérve, ugye a legfontosabb dolgok délelőtt zajlanak, mert hogy délelőtt lesz a műsor, illetve a koszorúzás vétségkára összobrának. Azt gondolom, hogy ezek a programok és mindaz, amit létrehoznak itt a Vécseiben, abszolút támogatja azt, hogy az iskola, mint ahogy valamikor évtizedekkel ezelőtt hirdették, a gyermeknek a második otthona legyen, és ne egy verseny aminek az irányába mostanában elmentünk. Én gratulálok ehhez a Vécseinek. Köszönöm szépen, hogy befáradt ma hozzánk. Köszönöm szépen.